Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Dunai hajótragédia. Kemenc térségében keresik az utolsó áldozatot. Halálos baleset élőben, lassabban reagál az, aki facebookozik vezetés közben. Szüret. Hamarosan szüretelik a korai fajtákat a szekszárdi borvidéken is. Közel a tanévkezdés, megérkeztek az oktatási intézményekbe a tankönyvek. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Még mindig keresik a május 29-i dunai hajóbaleset utolsó dél-koreai áldozatát. A rendőrök a vízügy munkatársaival, polgárőrökkel és vadászokkal kedden bajánál a gemenci erdő térségében folytatták a kutatást. Egész nap hajnal óta motorcsónakkal keresték a rendőrök a május 29-i dunai hajóbaleset utolsó áldozatát a folyó bajamenti szakaszán. A kutatásban keresőkutya, polgárőrök, a vízügy szakemberei és vadászok is részt vettek. A szakemberek arra számítanak, hogy a még eltűntként nyilvántartott dél-koreai nő holteste a partmenti úszadékon vagy egy homokzátonyon akadhatott fenn. Ma egy 18 km hosszú partszakaszt vizsgálunk át, egyrészt a dunai vízirendészet közreműködésével hajóról a vízről, illetve a parttól egy 60-80 méteres szakaszon a víz elvonulta után ott maradt úszadék között keressük a még eltűntként keresett egyetlen dél-koreai hölgy áldozatot. Kora délután a Dél-koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének katonai attaséja is a helyszínre érkezett, ételt vitt a keresésen dolgozóknak és köszönetét fejezte ki nekik a több mint 2,5 hónapja tartó munkáért. Meg szeretném köszönni a magyar kormány, a magyar emberek és elsősorban a magyar rendőrség munkáját, amit az elmúlt hónapokban végeztek, annak érdekében, hogy a tragédia valamennyi áldozatát megtaláljuk. Számunkra ez nagyon fontos, addig nem hagyjuk abba a keresést, amíg az eltűnt nő teste elő nem kerül, mondta a dél-koreai katonai attasé. A dunai hajóbalesetben 25 dél-koreai utas és a hajó 2 fős magyar legénysége vesztette életét. Élőben közvetítette a Facebookon egy romániai férfi, ahogy barátja 150-nel szágult sportkocsijával, majd lerepült az útról és halálra gázolt 3 embert. Ezen eset és a korábbi magyarországi halálos baleset miatt szigorítottak a szabályokon Romániában. Magyarországon sem megengedett a mobilozás, csetelés vezetés közben, mert rendkívül balesetveszélyes. Láthatóan részegen, igen jókedvűen jelentkeztek be a Facebookra 2 napja ezek a férfiak, miközben lakott területen 150 km/h sebességgel száguldoztak Romániában. A hátsó ülésen levő férfi közvetítette élőben a közösségi oldalon a gyilkos száguldozást. A férfi feltehetően a sportkocsi képességeivel akart hencegni. A mozgó felvételből is érzékelhető a nagy sebesség. A sofőr rövid időn belül elveszítette az uralmát a jármű fölött, betört a szélvédő és kigyulladt az autó. A rendőrségi beszámoló szerint az autó gyakorlatilag lerepült az útról, áttört egy gazdaság kerítését és az udvaron halálra gázolt egy 79 éves nőt, egy 3 éves gyereket és egy állapotos asszonyt. A balesetet okozó sofőr könnyebben, 2 utasa súlyosan sérült meg. A 39 éves sofőr elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. Magyarországon sem megengedett a mobilozás, csetelés vezetés közben, mégis sokan így tesznek. Ha valakit rajta kapnak ezen a rendőrök, 10 000 forintra büntethetik, és 3 büntetőpontot szabhatnak ki. Aki vezetés közben mobiltelefont tart a kezében, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mobiltelefont használja is, tehát elegendő az, hogyha valaki a kezében tartja, azzal már szabálysegést követel. Ez helyszínbírsággal sújtható, illetve előéleti pontot is kap a járművezetője, aki, hogyha ugye 15-18 büntető pontot eléri, akkor a járművezetői engedélyét bevonja az okmányiroda. De nem csak a bírság és a jogosítvány visszaszerzésének körülményes mi volt, amiatt érdemes kerülni a mobilozást vezetés közben, hanem a balesetek elkerülése érdekében is. Rendkívül balesetveszélyes mással foglalkozni vezetés közben, mondja a szakember.
egy jó vezető reakció ideje 0,7 másodperc. Ez nő meg jelentősen, ha vezetés közben másra figyelünk. Ráadásul adódhatnak olyan forgalmi helyzetek, amikor mindkét kezére szüksége van a sofőrnek. Ugyan számadatokkal nem rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy Magyarországon hány baleset következett be a mobiltelefon használata miatt, de számtalan baleset bekövetkezhetett emiatt. Ugye az elmúlt időszakban volt olyan halálos baleset, amikor egy férfi az egyik úton live volt a Facebookon, miközben előzött egy másik járművet, nem tudott visszatérni, és a balesetben 9-en vesztették életüket. Nem kell, hogy ilyen tragédiák következzenek be, de nagyon veszélyes a mobiltelefon használata. Éppen ezen balesetek miatt szigorított a szabályokon a romániai kormány hétfőn. Október közepétől szigorúbban büntetik az okostelefonok és hasonló készülékek használatát autóvezetés közben. Több mint 1,2 millióan tartoztak valamilyen összeggel az adóhatóságnak tavaly év végén. Ez 80 ezres csökkenést jelent az egy évvel azelőtti állapothoz képest. A hátralékok összértéke több mint 1140 milliárd forint, derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. A lap szerint az adóhivatal modern módszereket is bevet az elmaradt összegek beszedéséért. Tavaly majdnem 14 millió alkalommal kereste meg a szervezet elektronikus úton a hazai bankokat, arról tudakolózva, tartanak-e ott pénzt a tartozást felhalmozó magánszemélyek. Szerdától olcsóbban tankolhatunk. A 95-ös benzinliterenkénti átlag ára 9 forinttal 379 forintra, a gázolajé 7 forinttal 390 forintra csökkent. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a benzin 6 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal mérséklődött. Tavaly 10 nappal korábban kezdődött a szüret, mint idén. A májusi hűvös csapadékos időjárás miatt egy kicsit később indultak meg a szőlők. Ahogyan minden évben, idén is az illatos fehér szőlőfajtákkal indult be hivatalosan a szüret. Hajnali 4 órakor kezdődött a szüret a Somogy megyei Ordacsehiben ezzel a modern szüretelő kombájnnal. Ezen a területen 4 hektáron szüretelik a legkorábban érő szőlőfajtát, a csabagyöngyét. Ezek a felvételek pedig villányban készültek. Az ország legdélebbi borvidékén Irsai olivérrel indult a 2019-es szüreti szezon. Ahogy Szekszárdon is, ezen szőlőfajtának a leszedésével kezdődik majd meg a szüret, mondja Nagy Attila, a Lajvér borbirtok szőlészeti vezetője. Szüreti időpont tekintetében körülbelül a tavalyi évhez képest egy olyan 10 nappal vagyunk később. A jövő héten mi is meg fogjuk kezdeni a menoárnak a szüretét. Az idei évben mért adatok szerint körülbelül ott tartunk, hogy ilyen 100, cserszegi fűszeres esetében mértünk már 160 g cukrot és 12-es, 9-es savat, tehát azért ez ingadozó, fekvéstől függően. Úgyhogy azt gondolom, hogy jövő héten elkezdjük mi is a szüretet. Hamarosan leszedik a menoárt, ami a rozé egyik alapanyaga, majd a cserszegi fűszeres következik a sorban. A Szekszárd és Szálka között elterülő 27 hektáros borbirtokon több mint 200 tonna szőlőterem, kicsit kevesebb, mint tavaly. A szőlészeti vezető azt mondja, ettől függetlenül jó évjárat lehet az idei. Az évjáratot illetően még sok minden nem dőlt el, eddig még minden adott ahhoz, hogy nagy évjárat legyen. Azt gondolom, hogy növényvédelmi szempontból egy kicsit extrémebb volt a peronoszpóra fertőzések miatt. Az ellen kellett leginkább védekezni, lisztharmatnak esetünkben itt nyoma sem volt, illetve hát oda kell figyelni a következő években a fekete rothadásra. Nem csak a kórokozók elleni védekezés okoz fejtörést a gazdáknak, hanem a munkaerő hiány is hátráltatja a munkát, véli a szőlészeti vezető. Nagy Attila azt mondja, idén még meg tudták oldani a munkát, ha azonban a jövőben a zöld munkát nem tudják időben elvégezni, akkor az megnehezíti majd a növényvédelmi védekezést is. A magyar bortermelés 60-65 ezer hektáron zajlik. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatai szerint Magyarországon 392 ezer tonna borszőlőt szüreteltek 2018-ban. Ebből 3,75 millió hektoliter bor készült, ami csaknem 30%-kal több, mint az azt megelőző évben.
Ingyenes tanszercsomagot kapnak a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei az iskola kezdésre, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Több mint 30 ezer csomagot osztanak ki az Európai Uniós és magyar költségvetési forrásokból megvalósuló egyik program keretében. A 198 millió forint értékű csomagokat 554 állami és 98 egyéb fenntartású intézményekbe juttatják el, várhatóan augusztus 15-éig. Havi 900 ezres kezdő szakorvosi alapbért, a paraszolvencia és a nyugdíjasok diszkriminációjának megszüntetését és a szakmai minimum feltételek betartását követeli többek között a Magyar Orvosi Kamara. Mintegy 1000-1200 milliárdos költségvetési forrást igénylő követeléseikről szeptember 21-én rendkívüli orvosi nagygyűlésen tárgyalnának a döntéshozókkal, jelentette be Éger István, MOK elnök. Szeptember 1-én megkezdődik a 2019-2020-as tanév Magyarországon. A tankönyveket már kiszállították az oktatási intézményekbe. Idén 1-től 9. évfolyamokig ingyen kapja mindenki a könyveket, jövőre pedig már általánostól középiskoláig mindenkinek ingyen tankönyv fog járni. Országszerte megérkeztek a tankönyvek az iskolákba. A Szekszárdi Garai János Általános Iskolában már rendszerezték és pakolták a kiadványokat ma délelőtt. Az iskola intézményvezetője azt mondja, idén több tanárközt kellett rendelniük, mint tavaly. A mai napon sikeresen átvehettük, 6098 darab tankönyv érkezett meg hozzánk hiánytalanul. Évfolyamonként, illetve osztályonként két tankönyvcsátból választhattak, vagy választottak a kollégáink ebben az évben. Úgyhogy hiánytalanul megérkeztek ezek a tankönyvek, a rendelkezésre állnak. 28-án lesz nálunk tankönyvosztás, úgyhogy akkor várjuk majd a szülőket a tankönyvek átvételére. Míg korábban a rászoruló és szegényebb családokon kívül mindenkinek kellett fizetni a tankönyvekért, 2013-tól kezdve fokozatosan kezdték bevezetni az ingyenes kiadványokat. 2017-től kezdve pedig az 1-től 9. osztályig ingyenesen kaphatták meg ezeket a diákok. A tankönyveket a gyerekek 1-től 8. évfolyamig ingyen kapják meg. Az elsős másodikosok pedig különleges helyzetben vannak, ők az évvégén haza is vihetik ezeket a tankönyveket. Harmadik évfolyamtól pedig életbe lép a tartós tankönyves helyzet, ami azt jelenti, hogy a tankönyveket kell visszaadni évvégén a gyerekeknek. Ez nálunk általában nagyon szépen szokott működni, határidőig vissza szokták hozni, és olyan minőségben úgy utána a következő évfolyamosok is tudják hasznosítani. A középiskolák 10-11-12. Évfolyamán azonban ismét fizetni kell a tankönyvért. A szeptember 1-én kezdődő tanévre az oktatási intézmények összesen 13 millió 70 ezer darab könyvet rendeltek, ami a tavalyi évhez képest körülbelül 570 ezerrel több tankönyvet jelent. Regionális híreink következnek. Gyorshajtás, szabálytalan előzés, ittasság, 66%-kal több a halálos baleset Baranyában. Megújult az ivóvízhálózat Báványoson, 200 millióból tették fogyaszthatóbbá a csapvizet. Kovászos uborka leves az év strandétele, megreformálják a balatoni ételkínálatot. Az idei évben 66%-kal nőtt a halálos balesetek száma Baranyában, az elmúlt 7 hónap során pedig 38 esetben ittas sofőr okozta az ütközéseket, melyek személyisérüléssel vagy anyagi kárral jártak. A legfőbb ok az alkoholfogyasztás mellett továbbra is a gyorshajtás és az előzési szabályok be nem tartása. Ezek a képek az elmúlt néhány héten Baranyában bekövetkezett balesetek helyszínein készültek. Az elmúlt fél évben, de főként a nyári hónapokban több anyagi káros és személyi sérüléssel járó ütközés is történt a megye útjain. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság szóvivője megdöbbentő adatokkal szolgált stábunknak a halálos balesetekkel kapcsolatban. Míg az ország egész területén akár a sérüléses balesetek, akár a halálos balesetek száma csökken, addig Baranyában sajnos ez nincs így, növekedés tapasztalható mindkét téren. A halálos baleseteknél ez mindegy 66%-ot tesz ki. Tehát nagyon megnövekedett a halálos balesetek száma. Ezeket az eseteket szaporítva a múlt héten 42 anyagi káros és 12 személyi sérüléssel járó ütközés történt Baranyában, tette hozzá a szóvivő. A balesetek bekövetkezésének legfőbb oka még mindig a gyorshajtás és az előzési szabályok figyelmen kívül hagyása. A másik ok, ami pedig szintén egy nagyon fontos információ, hogy
A múlt héten is 3 esetben felmerült az ittasság gyanúja a baleseteknél. Ezzel kapcsolatosan pedig azt gondolom, hogy nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy mekkora veszélyt hordoz ez magában, hiszen ezzel nem csak saját magunk testi épségét veszélyeztetjük, hanem másokért is, illetve a többi közlekedőjét is. Az idei évben, azaz az elmúlt 7 hónapban összesen 38 esetben ittas sofőr okozott balesetet. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy körültekintően és óvatosan közlekedjenek. Tiszta és egészséges csapvizet fogyaszthatnak a bálványoson élők. A somogyi településen mintegy 200 millió forintból újult meg az ivóvízhálózat. A tervek szerint még ebben a választási ciklusban elkészülhet Bálványoson a szennyvíz és csatorna hálózat kiépítése is. Az alig 500 lelket számláló Bálványoson már nagyon várták az ivóvízhálózat fejlesztését, hiszen ezt megelőzően nagyon kemény volt a víz, és a laboratóriumi vizsgálatok sem voltak biztatóak. Annyira vízköves volt, hogyha egy edénybe valaki forralt, akkor az kicsapódott, ez most már nincsen, illetve a gázkazánokkal is volt probléma, 2-3 havonta kellett vízkövezni. Ez már abszolút nincsen, és íze is finom és jó. Az elkészült ivóvízrendszer üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, amely már a beruházás kezdetétől konzorciumi tagként is részt vett a projektben. Megmondom őszintén, hogy az ivóvíz minőségével nincs probléma, de mindennél van mindig jobb is, és hatékonyabb természetesen. Egy ilyen rendszert egyébként költséghatékonyabban lehet működtetni, mint egy kisebb rendszert, úgyhogy nekünk, mint üzemeltetőként ez is nagyon fontos szempont, hogy ez a beruházás megvalósult. Somogy megye és a Balaton térsége felszín feletti és felszín alatti vizekben egyaránt gazdag. Ugyanakkor ezek a vízbázisok nem minden esetben felelnek meg az egészségügyi előírásoknak. Bíró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos, hogy minél többen fogyasszanak csapvizet a palackozott vízzel szemben, hiszen így környezetünket is óvhatjuk. Nagyon jó lenne, hogyha sok-sok ilyen beruházás után a somogyiak bíznának a saját ivóvízrendszerükbe, és visszaállnának arra, hogy csapi vizet fogyasszanak. A tervek szerint még ebben a ciklusban elkészülhet a település szennyvíz és csatorna hálózatának kiépítése is. A térségben idáig ilyen fejlesztésekre 18 milliárd forintot költöttek. A kovászos uborkaleves lett az év strandétele. Idén 5. alkalommal ítélték oda az elismerést. A cél, hogy megreformálják a tóparti konyhákat. Összesen 16 étellel neveztek a különböző vendéglátóhelyek. Készül a kovászos uborkaleves egy zamárdi büfében. Kerül bele lazacfilé, csírák, rukola levelek és mustármag is. Idén ezt a könnyed hideglevest választották az év strandételének. Szenzációs élmény, hogy másodszorra visszajöttünk, és most elhozhattuk az év strandétele díját. Egy viszonylag egyszerű levessel, tehát szerintem ez benne a legjobb, hogy egy kovászos uborka kell hozzá. Ez van összeturmixolva, rukkola ágyon, füstölt lazacsal tálaljuk, bárki otthon elkészítheti. Vendégük ötlete alapján készítették el a strandolók egyik kedvenc ételét. Én levesmániás vagyok, és a kis tücsök étteremben ezt már évek óta tolják, és szerintem egy pazar ötlet, és azért vetettem föl, hogy csinálják, mert nagyon jó. Készítettek tarhonyából is pudingot, amelyet fügelekvárral ízesítettek. Idén 5. alkalommal díjazta a Balatoni Kör az év strandétele versenyen a legjobb ételeket, helyeket és az új büfétrendeket. A dobogó 3. fokára a Málna büfé állhatott fel a friss és egészséges Tex-Mex salátájával. Nagyon örülünk a 3. helynek, nem vártunk különösebben nagy eredményeket, ez is boldoggá tesz minket. Igazándiból a részvétel volt a fontos, és örülünk, hogy elismernek. Az első szezont megkezdő Málna büfé salátájába grillezett csirkemelcsíkok, friss saláta, savanyított zöldségek és házi dresszing kerültek. A döntőbe jutott 7 helyből egyébként 6 déli parti volt. Idén is népszerűek a balatoni fesztiválok, rendezvények. A látogatók fontosnak tartják a színes, változatos, minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújtó programokat. A turisztikai szakemberek szerint ma már a balatoni városok többsége tudatos településmarketinget folytat, és ehhez igazítja a programjait. Nincs hiánya a Balatonnál az idén sem programokból. Ha nincs strandidő, akkor számtalan kikapcsolódási lehetőség várja az ideérkezőket és itt élőket egyaránt.
A turisták pedig örülnek, hogy számos program lehetőség közül válogathatnak. Nagyon-nagyon jó. Most mondtam nekik, hogy mindenhova menjünk, cirkuszba, meg mindenhova. A turisztikai szakemberek szerint fontos, hogy a programok összeállításánál települési szinten is törekedjenek a változatosságra. Olyan programokat kell összeállítani, ami egyrészt a belföldi turistának jó és fontos, másrészt minden évben újítani kell a tartalmat, tehát nem lehet minden évben ugyanazt adni, és a legelső, amit figyelembe vesznek, hogy a városmarketinghez sajnos marketing szakemberek értenek. Több ezer embert mozgatnak meg az egyre népszerűbb zenei fesztiválok is a Balaton partján. Elég, ha csak a zenei programok tekintetében élen járó Zamárdira gondolunk, hiszen júliustól augusztus végéig egymást érik az ilyen és ehhez hasonló rendezvények. De Siófokon is számtalan, minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtó zenei rendezvények, fesztiválok színesítik egész évben a programokat. Még egy nagyon fontos az új trend szerint, hogy legyen különféle fotózható lehetőség. Tehát, hogy oda mehessen az okostelefonjával bárki, bármelyik korosztályból, és ott lefotózza azt a bizonyos dolgot, tehát legyen vizuális élmény. Hogyha ezt a kettőt figyelembe veszik egy településnél, már pedig Siófokon így figyelembe veszik, ez mindig a siker alapja. A szakember által is említett fotózható jelkép nem is lehetne más Siófokon, mint a város főterén lévő víztorony, amelynek tornyából naponta százak készítenek fotókat. A balatonparti települések a nyári turisztikai szezonon kívül ősszel is számos zenei, gasztronómiai és kulturális fesztivállal, többnapos rendezvénnyel várják az ide látogatókat. Különleges esküvőt tartottak hétvégén Hosszú Hetényben. Az ifjú páron kívül megjelent még egy menyasszony és egy vőlegény is, mindenki nagy örömére. Kallaot és Kalézit, a Mancsrancs két alpakáját természetesen csak a fényképek kedvéért öltöztették ünneplőbe. Kalézi csodaszép mirtusz koszorút, Kallao pedig csokornyakendőt kapott a nagy napra. Az állatok a 2016 novembere óta működő állatfarmról, a Mancsrancsról érkeztek. Úgy tűnt, az állatoknak is tetszett ez a szerep. Fejes Rózsa, a Mancsrancs tulajdonosa elárulta azt is, hogy valószínűleg alpaka bébivel gazdagodik a farm a közeljövőben. Ez nagyon sokban függ a menyasszonytól és a vőlegénytől, hogy őket mennyire feszélyezi egy ilyen állat. Általában menyasszonyok odáig szoktak lenni, némelyik vőlegény azt látom, hogy tart tőle, de a lányokra nem szokott gond lenni, szeretik. Kálához kifejezetten egyébként egy hiú fiú, egy hiú alpaka. Kálesző az meg egy igazi tündér. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Dunai hajó tragédia, Kemenc térségében keresik az utolsó áldozatot. Halálos baleset élőben, lassabban reagál az, aki facebookozik vezetés közben. Szüret, hamarosan szüretelik a korai fajtákat a szekszárdi borvidéken is. Közel a tanévkezdés, megérkeztek az oktatási intézményekbe a tankönyvek. Csütörtökön napos, kellemesebb idő várható, csak jelentéktelen fátyolfelhősödések zavarhatják meg olykor a napsütést. Kissé melegszik, de még elmarad a nappali maximum hőmérséklet az évszakos átlagtól. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, viszontlátásra!